Hivatalos munkalátogatáson Bukarestben tartózkodik Andrej Kiska, Szlovákia államfője. A magasrangú politikust fogadta Klaus Johannis elnök, illetve tárgyalásokat folytatott Dacian Csolos miniszterelnökkel is. A megbeszélésen a mindkét államot érintő kérdésekről egyeztettek, az Európai Uniót érő kihívások kerültek terítékre. Ezek keretében a migránsválság kapcsán Kiska úgy fogalmazott, a kötelező kvóta szerencsétlen javaslat volt. Szlovákia államfője arról is beszélt, hogy modellértékűnek és követendő példának tekinti a korrupció ellenes küzdelmet Romániában. Románia példája azt mutatja, hogy a gazdasági fejlődés és a korrupció ellenes küzdelem összefügghet, ez pedig számunkra is inspiráló. Romániáról nem csak udvariasságból beszélek ilyen szempontból, de többször is elmondtam otthon is, sokat tanulhatunk Romániától. Klaus Johannis államfő elégedetten nyugtázta a szlovák partner véleményét. Szerinte a korrupció megszüntetése létkérdés az ország számára. Nyilván, hogy elégedettséggel tölt el, hogy egy fontos európai barátunk értékeli a Romániában zajló korrupció ellenes küzdelmet. Számunkra a korrupció megszüntetése létkérdés. A szlovák küldöttséget fogadta Dacian Csolos miniszterelnök is. Ezen a találkozón olyan konkrét dolgokról esett szó, mint a munkahelyek teremtésének és a munkaerő mobilitásának a kérdése, a vidékfejlesztés és a mezőgazdasági fejlesztések témaköre. Szó esett továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatását célzó programokról is.